Ugyanakkor miért az információt is tudom a közvélemény, annál kevésbé látunk világosan a bortásükben, hiszen a lebukások óta össze-vissza beszélnek a szerepre. Azt mondták, hogy átlátható a finanszírozások és a kampányok, miközben kiderült, hogy összesen. Azt mondták, hogy 1,8 milliárd forintot kaptak, miközben kiderült, hogy minimum 3 milliárd forintot. Azt mondták, hogy csak az amerikai szervezettel kerültek egy adományt, miközben kiderült, hogy ez nem így volt. Azt mondták, hogy útlevél alapján ellenőrizte, miközben kiderült, hogy ez sem igaz. Egy dolog viszont teljesen biztos. A baloldal hazudott a külföldi finanszírozással kapcsolatban. Épp ideje volna, hogy vezető Gyurcsány Ferenc válaszoljon nyíltan a baloldal kampányába érkező dollárokkal kapcsolatos kérdéseket.